Szevasztok, gyerekek! Elindult a felvétül. Hát elindult a felvétül. Na mi a pálya? Hát... kaptam egy jó pár tanácsokat. A géppel kapcsolatosan. A langolás. Inkább. Hát úgy kipróbáltam mindent, amiket írtatok. Kivéve a géptakarítást, mert az kb. Ilyen, hát másfél éve vagy két éve volt utoljára, de akkor tényleg jó ki volt takarítva, még az uncsim segített. Ja, hát igen, ilyen másfél éve, két éve lehetett utoljára kitakarítva, de szerintem azt se kell olyan sűrűn, gondolom, nem tudom. Jó. Hát, amit mondott valaki, hogy ugye 70-le, 60 FPS-re, azt is kipróbáltam, de azt sem nagyon oldotta meg. Talán egy picit, mintha jobb lett volna, de akkor is laggolt, akadott. Jó. Felraktam manuálisan a driver kártyát is. Hát, azt sem nagyon. Hát én már lassan már feladom, azt inkább nem is játszok. Inkább rá is törlem a Windows, azt nem, nincs rajta Windows, én már nem tudom. Én már tényleg már próbáltam majdnem mindent. Discordon, szerveremben is írtak egy-két dolgot, hogy a processzort vigyem feljebb, a számokat, meg stb. Azt is felvittem 8-ra, 1-ről 8-ra. De azt sem nagyon. Hát, amit írt az egyik is, hogy rakjam fel valami driver booster nevű programot. Enkoron ugye töltöttem le, cracked verzió nyilván. Azt. Ugye felraktam a driver-eket, feltelepítette az a program. Utána le is töltöttem, mert mondta az egyik nézőm szerveren, hogy töröljem le utána a programot. Mert akkor amiatt fog majd langolni a játékok. Az is megvolt. Mindent. Frissítettem a Windows-t. Azt amúgy is szoktam mindig frissíteni, szóval az nem, ezt amúgy is tudtam, hogy az alap, hogyha újra rakom a Windows-t, akkor igen, a frissítéseket meg kell oldani. Ja, úgyhogy az is megvolt. Nem tudom már, mit lehetne még, hát miket tudnék még csinálni, de hát ez így. Hát mondom, amikor még nem laktam újra pénteken, laktam ugye akkor újra a Windows-t, akkor előtte hetekig, hónapokig, évekig, hónapokig még a Full HD-s monitoromban is kurva jól ment a C2, meg a Fortnite, semmi akadás nem volt. Full grafikán volt minden, még az a szinkronizálás is be volt kapcsolva C2-be, ugye, mert azt mondják, hogy azt kapcsoljam ki. És még azzal is jól ment, semmi nem volt a Full HD-s monitorral. Még a 2K-sával mondom, azzal is jól ment. És mondom, tényleg olyan szépen ment. Nem látszott semmi akadás, semmi picibe, picike, semmi se akadásolag nem volt. Annyira jól ment, amikor mielőtt újraformáztam a gépet. Most meg átjövök ide. Most meg gyerekek, hát én nem tudom. Én nem tudom. Én nem tudom, mi lehet ilyenkor. Mit lehetne még tenni? Mert amiket írtatok, nagyjából megpróbáltam csinálgatni. Fogalmam sincs, hogy mit lehetne még. Ja. Na mindegy, ez van, hát akkor nem játszik, mondál Krisztián. Ja, tényleg, tennap jött egy olyan komment. De a szokás szerint mindig a tétásra megyek, hát mindegy. Bár írta is valaki, hogy nem hiszi, hogy ilyet csinálna mondál Krisztián. Ahogy Patuska szoktam mondani, mindig kiejti az egész nevemet. Azért mondom így. Hát abúgy, amikor ezt megláttam, akkor valaki ilyet írt, lehidaltam. Eszembe se jutna ilyen, hogy azért
találtam ki ezt, hogy hát ha valaki megsajnál, és akkor majd küldene videokártyára, a processzorra, meg alapokra. Így írta valami. Hát ez csak trollnak lehet nevezni, vagy nem tudom, most minek nevezzem a vért, na mindegy, akkor amilyennek amilyen. Ilyet fogalmazott írt nekem, hogy én ezt csak kitaláltam, és minden jó képpel, minden szupi, csak kitaláltam, hogy hát a mesolnám. Mondom, eszembe se volt ilyen, hogy én ilyet kitaláljak. Mert mindig azt mondják, hogy a, úgymond a légitressek általában mindig hazudnak. Ugye ezt már olvastam már régebben, és a lájúkon, amikor túl volt itán, és lájúzott, meg stb. Stb. És akkor mindig írták, hogy ja, hogy ezek a trashek mindig csak hazudnak, mert minden. De én már csak voltam trash. Én most már normális videós vagyok, normális ember. Jó, annyiban nem vagyok normális ember, hogy még ugye nem dolgozok, meg ilyenek. De attól függetlenül már normális vagyok, meg minden. És miért gondolják még mindig azt, hogy hát gondolhatják, mert nekem a lelkiismeretem tiszta, mert én normálisan alszok el, tudom, hogy én ilyet az életemben sem gondolnék, hogy én ilyet hazudnék, hogy most azért mondom ezt, hogy megsajnáljam. Hát azért ennyire biztos nem lennék úgymond gerincstelen, hogy fú, hát azért ennyire. Meg nem is tudnék akkor úgy képezni, hogy most azért kaptam volna azt a sok pénzt, hogy jaj, mert kitaláltam ezt, az akkor sajnálomból küldtek volna, ha mégis lett volna ilyen. Hát mondom, amikor ezt megláttam, talán még írták is, hogy egy-kettő végig jött is utána, hogy éjszaka láttam, mert ugye ha éjszaka van, hogy néha éjszaka szoktam beszívezni, az azért van, mert ugye éjszaka felkelek, mert ugye én elég éjszaka már nyilván mondom. De kérdezte valaki, hogy szoktam-e éjszaka fel lenni. Hát mondom, már nem. Ugye már este elalszok. És ilyen fél tíz-tíz fele. És reggel hétig, fél nyolcig. Ja. De amikor, ha felkelek éjszaka húgyozni, akkor néha szoktam még nyomkodni a telefont, hogy visszaaludjam. És akkor szoktam még néha olvasgatni az új kommenteket, és akkor azért szoktam néha éjszaka beszívezni, ha valaki már észrevette esetleg, hogy ez mégis fent van Mónál Krisztián, pedig azt mondta, hogy alszik. Hát igen, alszok, csak ha fel kell kogyozni, akkor mindig nehezen tudok visszaaludni. Hát legalább fél óra, óra, mire visszaalszok. Mondom, addig akkor kicsit álmosítom vissza magamat, addig telefonozgatok, nyomkodom, hogy mik vannak az. Ja. Na mindegy, hát tudom, hogy nem szabad erről csinálgatni videókat, mint ugye a rossz kommentekről se, mint hogy amikor Elpet is csinált róla videót, vagy amikor írt. De ez annyira nehéz megállni az ilyet, hogy miért gondolják azt, hogy én hazudik? Mi értelme lenne ennek? Szállalomból küldeni megint be is, mint régen. Hát nekem az már nem jelöl. Én ennek jobban örülök, hogy úgy küld valaki, bárki is, hogy amiért vagyok. És amilyen vagyok. Ne azért, mert szállalomból, mint régen, amikor voltak a bebaszós lájuk. És azért, hát így jobban örül az ember, amikor látom, hogy tényleg maguktól küldenek, mert tényleg maguktól küldenek, ha valaki szeret, meg minden. És ez jobban lesik az embernek így a donate támogatás, mint hogy most én sajnálatból kapjak. Hogy mit például is, hogy írta is valakit ennek. Hogy ja, biztos hazudik is, akkor hát annak mi értelme? Jó, biztos vannak olyan trashek, mai napig is vannak biztos olyanok, akik képesek úgymond hazudni, csak hogy kapjanak ezt meg azt. De szerintem én még régen sem hazudtam úgy. Szerintem nem tudok róla. Most nem akarom magamat fényezni.
De én nem tudok róla, hogy reggel is hazudtam volna, hogy most azért kapjak. Mert szerintem reggel is ugye mondtam ugyanúgy, hogy ezt a támogatási dolgot, vagy mire gyűjtök, vagy mit tudom, és a többi. De szerintem nem hazudtam, mindig azt kaptam, amikor amire akartam venni, gyűjtöttem, amikor Pados is volt, és akkor ugye mondtam neki, hogy monitorra gyűjtök, meg ilyenek is, ugye utána azt is vettem meg, vagy mikrofon, vagy bármi. És szerintem még régen se hazudtam, amikor tényleg az a trash voltam. Én legalábbis én úgy gondolom, hogy szerintem nem. Na mindegy. Nyilván nem foglalkozok az ilyen kommentekkel, mert nem. Csak azért csinálom a videót, hogy elmondjam ezeket a dolgokat. Hogy mi van, hogy én hogy gondolom. Hogy hogy érzi mag hogy így jobban érzem magam, ha így ha jön is, így kapok bármilyen támogatást, mert így jobban nézem magam, hogy na, értitek. Na mindegy, hát. Na, tényleg nem tudok már mit erről beszélni. Szerintem elmondtam mindent. Ne ragudjatok, hogy mostanában csak így vannak videók. De szerintem azt vettem észre, hogy ha ilyen rövid videók vannak, jobban van téma, ugye? Mint hogy most ilyen hosszú vlogok, hogy cigizgetek, meg minden. Ugye úgy valahogy, igen, úgy össze vagyok zavarodva. És azt vettem észre, igen, szerintem így jobban van, összejönnek a témák, jobban össze tudom foglalni magamat, amikor pont eszembe vannak a gondolatok. Még ha elpeti azt mondaná, hogy hát neked nincs agyad, meg egy-kettő olyan. Ja, gondolom ezt ti is észrevettétek, hogy amikor ilyen hosszú videók vannak, nagyon-nagyon hosszú videók, 20 perc, 30, meg stb. Akkor úgymond, jó, akkor is van néha-néha, amikor tudok beszélgetni témákról, de nem mindig nyilván. De így meg szerintem így jobban tudom összefoglalni dolgokat, hogy csak röviden, gyorsan elmondom, ami eszembe van, és akkor így, hát igen, ez így csinálják a normális videósok is. Csak ők ugye még össze is vágják. De szerintem, de most hát nem jó így. Szerintem jobb így lehet. Én azt mondom, szerintem így jobb. Amikor eszembe van valami, akkor inkább csinálok videót, az kész. Feljebb, ha meg majd mégis akarok hosszú vlogot csinálni, akkor majd nyilván biztos majd lesz olyan is. Ja. Csak nézem, nem a homályos a szemüveg. Bár nem elég mostan meg. Na mindegy. Hát ha akarjátok, majd nyilván megmutatom. Majd telefonnal, hogy akad a izeim. Meg tudom mutatni, hogy akad. És akkor, hogy nem az OBS-sel fogom, hanem majd külön erre csinálok egy videót, akkor megmutatom, hogy akad a Fortnite meg a C2. Mert azt is írta valaki, hogy manapság mindenkinek akad a C2, C2. Mert hogy jött valami frissítés, vagy nem tudom mi. Vagy hogy írtam ám. De hát nekem jó volt, nekem nem volt baj eddig vele. Olyan szépen folyamatosan ment full grafikán, tényleg. Hát mondom, esküszöm a lábujjaimra, hogy én nem hazudok, hát. Na mindegy, hát. Nyilván sokan úgy is hisznek nekem, még gondolnék én ilyet, hogy. Én nem mondom, amúgy sem voltam ilyen, igen. Szerintem hát nem tudok róla, de nem voltam ilyen akkor sem. Én nem tudnék úgy élni, hogy most hazudni. Na mindegy, hát tényleg mindegy már. Na. Azért mondom, szerintem így észrevettem, így jobban ezt tudom foglalni a dolgokat, témákat, amiket szeretnék mondani. Így, hogy ugye nem megyek cigizni, hanem itt elmondom a szobába. Biztos már unjátok ezt a részt. Mindig a szobába, de hát most hol videózok. Hát ennyiből igen, azért is lenne jó néha ilyen zöld háttér, az akkor el tudnám takarni a szobát. De hát amúgy meg ide hova férne a zöld háttér, hát itt nincsen fal. Esetleg ott a függönynél, de hát, vagy menni kéne zöld függönyt. Egyszer már régen írta valaki, hogy ja, hogy ja, akkor miért nem vesznek zöld függönyt. De hát az meg hogy néz ki? Ebben a szobában ez a függöny, jó. Mert itt nincsen fal, hogy csak az ágy van, látjátok. Hát itt nem tudnék tenni, így a zöld háttér, nem tudom, hogy lehetne megoldani.
Mivel biztos nem olyan sok ez a zöld háttér, de inkább most én ezekre akarok gyűjteni gépre, most tényleg semmi hülyeségre nem akarok költeni. Most még egy forintot sem nem akarok már tényleg. Tényleg most arra, és kész, amire szeretnék. Ja, no, jó van. Nem, elég hosszú videó lett, nem baj. De még szerintem ez olyan 10-15 perces videók szerintem még elmennek, nem? Ilyen 10-15, általában láttam, például a NASDAQ is ilyen 10-15 perceseket szokott csinálni. Így belenézzük, hogy ki hány perceseket csinál, mikor, hogy. Ja. Úgyhogy majd nem tudom, mit akartam már erről ezzel. Ja, hogy egy ideig biztos nem lesznek gameplay videók. Nagyon sokáig szerintem, vagy lehet már soha. Nem tudom, gyerekek, mikor lesznek gameplay videók. Nem tudom. Hát, én meg nem tudok kockulni, szegény Morel Krisztián. Nem tud kockulni játszani normálisan, nem tudja élvezni a játékot. Nagyon jó volt, tudtam cségózni. Mindegy, cségót mondok, hát én már megszoktam. Nem tudok cségózni, versenyből semmi. Ah. Se Fortnite, az is akad. Ah. De majd még lehet, hogy mai nap csinálok erről egy videót, hogy különben mutatom a hátrapik kamerát, ugye válítom, és akkor mutatni fogom, hogy lássátok, hogy hát nem hazudok. Mert hát ezek szerint valaki szerint jaj, csak bántva lenne a nézőket. Hát igen, hát nem semmi akkor. Na jó van, jókra jöttek, további szép napot, jó pihenést, és köszönöm mindenkinek. Ja, amiket írtatok, csak hát sajnos eddig még nem jött be, mert tényleg mindent próbáltam. Én mondom, már évek óta ezt a DirectX 12-t szoktam letölteni, ugye az egyik részének el is küldtem a linket, meg a Nvidia automata update programját szoktam letölteni, ami automatikusan ugye letölti a Nvidia drivert. Én évek óta ezt a kettőt szoktam, más driverkel sose töltök le, amikkel kéne a géphez. Ja. Még hát nem abból sincs már meg a lemez, amit kaptam driverleket a lemezről. Nem tudom, hol van, eltűnt nagyon. Nem tudom, hol van, pedig tudom, hogy az lenne a legjobb, mert tudom, hogy ehhez a géphez kaptam lemez, és azon rajta vannak a driverek. Ez aminek is írják, chipset, vagy minek mondják, meg mit tudom én. Nem chips, hanem chiptet, van olyan ilyesmi neve van. Ilyenek rajta vannak a lemezen, csak hát már évek óta nem használtam a lemezt, az eltűnt. Gondolom, amikor volt takarítás, vagy valami, az valahogy Mutter felvitte, vagy valahova lehetette, vagy nem tudom, hol lehet az. Na mindegy. Tehát nem kellett a lemez nekem, mondom sosem, mert mindig is tudtam vele. Ugyanúgy jól ment. Csak a DirectX 12-t raktam fel, beírtam DirectX 12, dobló, de a hivatalos oldaláról töltöttem le nyilván, nem kamu oldalról. És Nvidia valami automata, de hát amit felrakja ezt a valami export, vagy mi annak a neve. Hát nyilván akinek Nvidia maja, azt tudja, hogy de hát akkor mindjárt megmutatom, melyikre gondolok. Tehát úgy is tudjátok szerintem, akinek van Nvidia-ja. Nvidia Ubuntu-ba. Ugye azt is beállítottam, hogy 144 Hz-en legyen. Ja, visszatérve gyorsan még a 144-re. Írta valaki, hogyha lenne 10 port kábelem, hogy úgy kell kijelteni, akkor lenne 170 Hz-em is. Amit írt a oldal is, a webshop. Amit tudna a monitor. Hát pedig azzal van bedugva, nem HDMI kábellel, hanem ez a DisplayPort ott írja is. Na, mindegy, nem láttátok most. DisplayPort, hogy úgy kell kijelteni ezt a kábelt, szóval az van bedugva pedig. Na, ez a program, ezt a programot szoktam mindig évek óta
ezt a programot töltöm le évek óta ezt, meg a DirectX-t, ezt szoktam feltelepíteni. Encore, ezt eltüntetem, ez nem kell. DirectX, meg ezt szoktam. Ja. Ennyi. Felrakja még egyszer. Ezt ugye ki szoktam pipálni. Ennyi. Itt vanni. Ha fel is raktam el, már egyszer felraktam, akkor minden. Na. Jaj, nem ezt akartam mutatni, hanem itt van 144 Hz. Ott van 144 a maximum. Ott itt. Ja, na jó van. Ott van DisplayPort, ott mutatja majd mindjárt. Mutatom még ezt, mert mutatom, és utána elköszönök, jó? És akkor majd nyilván csinálok erről, ott van DisplayPort. Hogy mit kell kiérteni, vagy jól ejtem ki, és akkor utána tényleg elköszönök. Ja, utassam már, ott van. Szóval azt mondom, hogy dugva, nem HDMI kábel van. Ja, úgyhogy, hát így tölt be a gép, szerintem jó. No. Hát, szerintem egész jól tölt be. Nem. Diktó, meg, no, diktó. Na jó. Meg ugye ezt állítottam be, de ez valamiért, aki mondta, hogy ezt állítsam be. Rendszerindítás. Ugye eddig ez egyen volt a processzorok száma, egyen volt. Most beállítottam 8-ra. Hiába beírom itt a maximális memória, beírom, hogy 16. Ebben nullára teszi. Hát most nem nullára, hanem erre tette. Na mindegy, nem tudom, milyen komolyan. Na jó. Mindig. Ennyi, tényleg elköszönök, már 22 perc, hogy a videó. Na, jók legyetek, sziasztok, még egyszer, sziasztok.